Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a vendégünk. Jó reggelt kívánok, és szerintem ez az a beszélgetés, amit három rövid kérdéssel gyakorlatilag átadva a szót le is lehet vezényelni. Mennyivel nőnek az ingatlanárak? Meddig nőnek az ingatlanárak? Hol nőnek az ingatlanárak? Öné a szó. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Nagyon sokan tették fel ezeket a kérdéseket, főleg azért, mert már az elmúlt három évben folyamatosan nőnek és dinamikusan a lakásárak. Ebből adódik, hogy mindenki azt várja, hogy mikor érhet véget ez a folyamat. Viszont ezt érdemes picit árnyalni ezt a kérdést, hiszen az látszik, hogy a lakásárak hosszú időtávon, tehát mondjuk a rendszerváltás óta, hogyha nézzük, hogy hogy változtak, azt látjuk, hogy folyamatosan emelkednek, legalábbis nominálisan forintban kifejezve. Viszont nem mindegy, hogy milyen, mekkora a növekedés üteme. Amikor egyébként árcsökkenés van a piacon, az mindig valamilyen gazdasági krach következményeként következett be, és ebből adódóan azt mondhatjuk, hogy ha nem történik valami gazdasági baj az országban, akkor várható, hogy még tovább növekednek az ingatlanárak, csak az nem mindegy, hogy milyen ütemben. Az elmúlt három évben országosan átlagosan évente 10%-kal emelkedtek az árak, ami nagyon brutális növekedés, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban ennek a duplájával emelkedtek a lakásárak, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 2-3 évben majdnem másfélszeresére emelkedtek, például Budapesten vagy a vidéki nagyvárosokban a lakások. És hát ugye ezt még megdobja azt, hogy jönnek külföldi befektetők is, és ugye most a friss hírünk az az volt, hogy 40%-kal nőtt a Kínából érkező kereslet. Hogy? Igen, a külföldiek aránya az ingatlan piacon, legalábbis a lakásvásárlók körében kb. 6-7%-os, tehát minden 15.-14. lakást külföldi vesz, és az is nagyon érdekes, hogy hol vásárolnak, ők elsősorban a fővárosban keresgélnek, és elsősorban a drágább és jobb lokációban fekvő ingatlanokat keresik. Teljesen más egyébként például a kínaiak keresési preferenciája, mint egy átlagos magyar lakásvásárlói. Hogyha megnézzük, hogy mi az a top 10 kerület vagy település, ahol ők keresnek, akkor nagyon érdekes, hogy oda bekerül például a 16., 17. kerület, de a 10. kerület is népszerű, ami azért nem szerepel a magyar vásárlók top listáján. Viszont én emlékszem arra, hogy 10 évvel ezelőtt tömegesen jöttek ír befektetők hozzánk is, és Bulgáriába is érkeztek, és gyakorlatilag vettek, amit lát. Most pedig az elmúlt években én nem hallok például az ír befektetőkről. Ez nagyjából most nem az írekre fókuszálva, de ez nagyjából úgy néz ki, hogy ha náluk az adott országban is jól megy a gazdaság, ide jönnek, felvásárolnak lakásokat, ott valami krach van, nem jönnek ide, hanem otthon tartják a pénzüket. Hogy van ez? Pontosan az elmúlt 10 évvel ezelőtt nagyon sok olyan nemzet vásárolt Magyarországon lakásokat, akiket most nem nagyon láttunk a piacon. Az írek, a spanyolok, az izraeliek érdeklődése is csökkent valamelyest, az oroszoké és a kínaiaké ezzel szemben nő. Tehát nagyon érdekes az összetétel a külföldi vásárlóknak is, és egyébként általánosan megfigyelt, hogy egy pénzbőség van, főleg Európában, a világszerte, és tulajdonképpen Magyarországon is abból a szempontból, hogy aki például befektetési céllal szeretné a pénzét jó helyre tenni, nagyon nehéz helyzetben van, hiszen hogyha a bankban tartja a pénzét, akkor jóformán semmilyen jövedelmet nem tud rajta. Sőt, ha kivesz belőle, akkor még negatívba is fordulhat. Igen, ezzel szemben a lakáspiacon 5-6%-os hozamot is el tudnak érni a befektetők, hiszen nem csak az ingatlanok ára emelkedik, hanem az albérletárak is nagyon elszaladtak. Ajaj. Ezért folyamatosan tudja termelni a tulajdonosoknak a bevételt. Mit csinál egy kínai, egy 16-17. Kerületi budapesti lakással? Pláne egy 10. kerületi. Igen, szóval hogy miért olyan trendi ez? Számukra azért lehet trendi és keresett, mert azok a lokációk, illetve ahol ők a mindennapi tevékenységüket végzik, ahhoz ezek a lokációk közelben vannak, és egyébként nem csak a lakásokat, hanem a házakat is előszeretettel keresik, és általánosan megfigyelt, hogy a tipikusan keresett ingatlan érték az 50-60 millió forint ezekben a kerületekben wow. is. Egyébként nem tudom, hogy megfigyelted, de ha kimegyünk itt az ATV székházából, Kőbányán vagyunk, igen, a Kőrösi Csoma Sándor úton, hogyha balra kanyarodunk, akkor kínai nyelven van kiírva, hogy jogosítványt lehet szerezni, nem tudok kínaiul, csak magyarul is ki volt írva, meg kínai büfé, meg kínai volt, tehát valószínűleg ők is egy koncentrált helyre mennek például, a külföldi tőke egy koncentrált helyre megy. Mondok egy példát, néhány évvel ezelőtt
úgy hívták Hévízt, a nyugat-balatoni kisvárost, hogy egy kedves, aranyos kis orosz város a Balaton nyugati partján, mert oda mentek az oroszok. Aztán jött ugye az ő nagy inflációjuk, amikor a Krím-félszigetet elfoglalták, leértékelődött a rubel, és nagyon sokan eltűntek onnan. Tehát, hogy ez politika, gazdaság, külföldi befektetés, külföldi pénzpiac, ez mind befolyásolja, hogy kik vesznek nálunk lakást, ingatlant? Igen, és ezért a lakáshelyzet a magyar vásárlók számára is, de a külföldiek számára is egy nagyon komplex kérdés, és azért megfigyelhető, hogy ha már kialakul egy kolónia valahol, akkor ott eleve a többiek is szívesen költöznek, hiszen az már ad egy olyan kulturális hátteret és atmoszférát, ahol szívesebben vesznek lakást. Hol érdemes venni, mit érdemes venni, mennyiért érdemes venni? Ez egy nagyon jó kérdés. Elsősorban az a kérdés, hogy befektetési célra vagy saját célra. Hogyha saját célra nézelődünk, akkor szerintem érdemes Budapest külső kerületeiben körbenézni, mert ott még elérhetőbb áron találhatunk lakásokat. Befektetési célra pedig lehet szintén a belvárosban, hogyha van elég pénzünk rá, illetve a külső kerületeken, ott nagyon fontos, hogy jó közlekedési helyen rendelkező lakásokat keressünk, hiszen azokat sokkal könnyebb beadni. Most itt nagyon sokat beszélgetünk a befektetési célú lakásvásárlásról, és amikor azt mondta, hogy pénzbőség van Európában, akkor szerintem sok nézőnk felkapta a fejét, mert ő nem érzékeli, hogy pénzbőség van. Ugye nagyon sokan egyszerűen csak szeretnének mondjuk otthonról elköltözni, vagy elindítani egy családi életet, és ilyen magas árak mellett ők nekik érdemes várniuk, vagy azért belátható időn belül ez nem fog változni? Mi arra számítunk, hogy az elkövetkezendő években ugyanúgy megmarad az áremelkedés, mint irányadó trend, de ennek az üteme jelentősen kisebb lesz. Talán 2020 lehet egy vízválasztó a lakáspiacon, elsősorban azért, mert most nagyon pörögnek a lakásépítések, rengeteg új lakást fognak átadni jövőre 2018-ban és 2019-ben is, viszont 2019. december végén ne felejtjük el, hogy véget ér az 500%-os lakásáfa időtartama, visszaugrik az új lakásokat terhelő áfakulcs 27%-ra, ami azt jelenti, hogy egyik napról a másikra az új lakások ára bruttó 20%-kal fog drágulni. Ami azt a praktikus következményt hordozza magában, hogy ha már most megnézzük az oldalon, hogy hány új lakást tudunk venni 2020-as átadással, akkor 0 darabot találunk, vagyis visszaesés várható az új lakások körében, és ezáltal a használt lakásárak még inkább emelkedhetnek, de ezek már olyan árszintek, amiket egy átlagos lakásvásárló nagyon nehezen fog tudni megfizetni. Beszélgetésünk véget ért, Balogh úr, ha én most így tényleg egymondatos válaszra van időnk, megdobnám önt 35 millió forinttal. Hol venne lakást most befektetési céllal? Én valószínűleg a 11. vagy a 13. kerületben egy új építési lakást vásárolnék belőle. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.